Na, az egyszerű, sima, egy oszlopra illesztett garsmodellek után lépjünk át a több változós garsmodellre. Ez pedig nem más, mint ennek a nevezetes változata, a feltételes variancia, kovariancia mátrixot adó dinamikus feltételes korreláció, tehát a Dynamic Conditional Correlation, ami természetesen garsmodellen alapul. Tehát onnantól kezdve igazából, hogy felírták az első GARS modelleket, mindig fennállt a lehetősége annak, hogy egyszer valaki szépen ki tudja majd fejezni azt, hogy nem csak egy szórás lehet dinamizálni, hanem magát a variancia-kovariancia mátrixot is az időben változóvá lehet tenni. Hát ehhez képest tudjuk, hogy tehát 88-ban született meg a GARS modell, viszont 2002-ig kellett várni még Engel. Megkapta a Nobel-díjat, Boleslavvel együtt, és utána lepublikálta a DCC-t. Előtte is voltak egyébként különböző kísérletek, ilyen volt a Beggarch, valamint egyéb eljárások is voltak, de nem voltak annyira jók. Tehát nehéz volt őket rendesen megbecsülni, tehát csomószor nem, azért nem futott le a maga a beslépfüggvény, mert hogy nem lett volna jó, hanem, vagy az adattal lett volna a probléma, hanem azért nem tudott illeszkedni. Úgyhogy ebben a szempontból szerencsések vagyunk, hogy 2002 után élünk jelenleg. Tehát, ugyebár ez volt az alapgarcs modell, ezt utána ki lehet egészíteni az alábbi módon, tehát hogyha megnézzük, gyakorlatilag ugyanazokról a változókról van szó, csak itt már egy ilyen variancia-kovariancia matrix felírásban, tehát fő átlóban vannak a kis varianciák, és utána a kovarianciák pedig itt körülötte mindenféle módon. Maga a logikája ugyanaz a rendszernek, tehát hogy van a múltbeli variancia-kovariancia mátrixsal magyarázzuk a jelenbeli variancia-kovariancia mátrix értékeit, valamint van még egy ilyen hivatagokat tartalmazó mátrix is az egész között. Itt már természetesen miután egy korrelációról van szó, ezért a normális eloszlás az elvárás a hivatagok részéről. Tehát itt nem lehet azt mondani, hogy fú, hát akkor teszünk rá egy skewt-t, mert hogy az nem akarjuk, hogy ez nem fog működni. Na, akkor utána még, amit hát erről körülbelül ennyit lehet egyébként mondani, tehát MFL toolbox van, avattabb kód az ennyi. Úgyhogy hogy miért jó ezt használni? Az igazából Forbes Rigobonnak van egy elég kemény cikke, ahol levezették, hogy ha az ember pénzidősorokat elemez, és csak korrelációt számol közöttük, akkor teljesen borzasztó dolgokat fog kimérni, vagyis hát torzított eredményekre fog jutni, ugyanis, hogyha feltételezzük, hogy lehetséges heteroszkedasticitás az idősoron belül is, ráadásul kettő idősor esetében egyaránt, akkor ugyebár van alacsony, illetve magas volatilitású időszak. Erről szól ugyebár a heteroszkedasticitás. Hát akkor egy ilyen 1 plusz deltával lehet leírni ennek végül is akkor ezt a változását. Hogyha nincs ilyenünk, akkor tudjuk, hogy ennek a kettőnek a hányadosa az 1 lesz. Kivonjuk ebből az 1-ből, és akkor gyakorlatilag a delta az 0. No, de hogyha ez nem 1, akkor vannak problémáik. Akkor utána felírjuk kétféle egyenlettel a korrelációt, tehát egyfajta korreláció egyenlő szokásos kovariancia osztás a kettő kis szórásnak a szorzatával, illetve a jó reg CAPM-ből ismert béta és a kettő hányados. Na akkor utána, hogyha felírjuk a magas volatilitású időszaknak a szórását, akkor ezt igazából megtehetjük ilyen CAPM-es módon, ők egyediek, illetve a béta szorzat, akkor utána ebből össze lehet vezetni ezt, hogyha felírnánk ezt ugyanígy az alacsony időszakra is, csak éppenséggel akkor utána kifejezzük az alacsony időszakot, és akkor hát látjuk, hogy gyakorlatilag rendezgetés után, hogy itt azt veszük észre, hogy jaj, hát ez igazából ugyanaz mindkét esetben. Bekerül a delta, plusz még ráadásul az alacsony időszaknak bekerül még a korrelációja is, négyzetesen. Nagyon szépen néz ki.
Hogyha utána ezt viszont felhasználjuk, oly módon, hogy látok itt a kovariancia, itt a kettő szórás, magas időszakban, akkor hát itt a levezetés az jóval hosszabb, csak értelemszerűen a lényeges lépéseket akartam ide hozzáadni, akkor gyakorlatilag ezt behelyettesítve kapjuk ezt, akkor alul pedig a, hát a mindenféle elemeket, majd pedig utána, hogyha megint jól rendezzük, akkor gyakorlatilag kijön, hogy a magas időszakú korreláció az igazából megegyezik az alacsony időszaki korrelációval, valamint ezzel a deltával, ami tudjuk, hogy a kettő, tehát a metalloszkadacitás, és a korrigált korrelációval. Tehát magyarán innentől kezdve az a baj, hogy a korreláció az igazából függ az alacsony és magas volatilitású időszaknak által létrehozott változásoktól. Tehát, hogy ezért kell Galcs modellel dolgoznunk gyakorlatilag mindig, hogyha pénzügyes idősorokkal foglalkozunk, mert máshogy nincs értelme korrelációt számolni. Tehát, hogy a DCC az ettől fogva, ettől a cikktől, illetve ettől a másik cikktől kezdve gyakorlatilag elkerülhetetlenné vált. No, hát nézzük meg gyakorlati felhasználást. Tehát élesztünk DCC-t, és utána pedig dolgozzunk belőle. Hát értelemszerűen az előző Oracle scriptet akár folytathatjuk is. Tehát DCC Garch illesztése. MFL toolboxon belül van természetesen ő is, de először akkor betöltjük a lényeges dolgokat. Adatbetöltés. Ezt azért írjuk oda fölülre. MFL toolboxba belépünk. És akkor utána hát jön ez a nem túl bonyolult függvény, azért először nézzük meg, hogy tényleg, hogy épül föl, hogy ne az legyen, hogy én csak így beszélek róla. Hát értelemszerűen a dcc.m-et kell megnyitni. Utána látszik, hogy ez egy ilyen borzasztó hosszú valami, ebből nekünk ez számít. És hát az, hogy a data sim kell nekünk, hát az is a data, azt tudjuk, hogy az a ret névre hallgat. A data sim az optional, úgyhogy ezt igazából nem akarjuk mi itt használni. Akkor utána az MLN paraméterek, az látjuk, hogy aszimmetrikus-szimmetrikus modellt akarunk-e. Természetesen mindent is akarunk, úgyhogy egy, itt ne felejtsük ez L betűt, tehát azt is egyre kell átállítani. Akkor utána meg kell tervezni a mögöttes GGR garcsot. Akkor GGR type. Hát szerintem legyen szokás szerint kettő, de igazából itt már nem is kell ősebben paraméterezni, mert három lépéses regressziót nem akarunk itt már semmit sem alakítani, úgyhogy ez nekünk teljesen barátságos lesz. Na hát nézzük meg, mi történik, hogyha ez itt lefut. Hát ez eltelik egy kis idő. Annyira azért nem hosszú. Addig is, amíg ez mászkál. Igazából utána a jegyzetben elég sokféle megoldás vagy megközelítés van. Tehát egyfelől, hogy hogyan lehet simán a korrelációt kiszámolni, ez csak az egyik lehetőség, hiszen innentől kezdve van egy időben változó variancia, kovariancia mátrixunk. Tehát lehet bétát számolni belőle, hogy különböző eszközöknek mekkora a bétája. Lehet minimális variánciájú portfóliókat számolni belőle. Lehet variabilitás risk szinteket számolni szintén, bár az persze lehet, hogy mondjuk azt, hogy itt igazából csak az az előnye, hogy nem kell újra és újra lefuttatni a garcsokat, tehát ez kicsit gyengébb megoldás, de hogy számos szép hatása van ennek. Na hát, hogyha lefut, akkor teszteljük is.
Először is látjuk, hogy nagy hiá, HT, tehát ez igazából ez a matrix. Itt. Tehát egy valencia korriancia matrixról van szó. Hát, hogyha ezt így megnyitjuk, akkor látszik, hogy ez minden egyes napra, tehát az idő index az az utolsó koordináta, és egyébként meg ugyanúgy sorok, illetve oszlopokat tartalmaz. Tehát itt, hogyha kettős pont helyre valamit beírunk, akkor az a sor koordináta lesz, hogyha ide a másik kettős pont helyre az az oszlop. Bocsánat, oszlop koordináta, sor koordináta volt az első. És akkor itt pedig látjuk, hogy akkor minden egyes napra itt van a szépen változó variancia, kovariancia matrixunk. Úgyhogy akkor nézzük meg az első esetet. Mi történik, hogyha TCC-t illesztünk? Ez ugyebár abban a romantikus feltevésre készült, ez a megoldás, hogy ó, hát összesen csak kettő eszköz van ebbe a matrixban. Igen, most DCC-HT-nek hívjuk, úgyhogy ezt a DCC-t aztán kitöröljük. Csak azért raktam oda, hogy egyértelmű legyen, hogy mivel szeretnénk dolgozni. Maga utána látjuk, hogy a képet az ugyanaz. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy plot DCC correlation AB, akkor látszik, hogy a két első eszköz között, azaz a Dow Jones, illetve a DAX, német DAX között, a korreláció időben így alakul. Látszik, hogy azért válságos időszakokban ez úgy szépen megnő. Tehát, hogy legyen mellé egy időindex is. Beszúrás, oszlopdiagram, adatok kijelölése, dátum. Azért az így elmondható, hogy amikor az igazán durva dolgok történnek, tehát ilyen 2002-2003 környékén, azért szépen 0,7-es korreláció kialakult a piacon, aztán ahogy utána szépen lassan lenyugodott a piac, látjuk, hogy ez épül lefelé, tehát akkor lemegy 0,5 környékére, aztán utána jön 2006 május, amikor látjuk, hogy hoppá, ez itt most a korábbihoz képest meredeken felfutott, és utána így is marad. Ez a korreláció, majd pedig utána jön 2007 május, amikor van egy még nagyobb ugrás, és aztán utána viszonylag lenyugszik, látjuk, hogy jó, hát 2008 elejére ez megint lemegy, viszont utána meg 2008 során ez ismét felpörög, és utána gyakorlatilag stabilan is marad. Úgyhogy ez megint csak egy érdekes felhasználást tesz számunkra lehetővé, és akkor hát utána itt jön az a móka, hogyha a variancia-kovariancia matrixba belegondolunk, akkor is azt láthatjuk, hogy jó, hát főátlóban itt vannak a dolgok. Viszont igazából, hogyha itt a mellékátlóban végig lépeketünk előre, akkor gyakorlatilag ki lehet pörgetni az összes eszközre. Tehát mondhatjuk azt, hogy jó, hát akkor a Dow Jones-nak az egyik mozgására vagyunk kíváncsi, akkor mondjuk legyen Z egyenlő 1-től. Hát itt most 5 eszközünk van, 5, viszont tudjuk, hogy nekünk igazából 2-től 5-ig kell csak menni, úgyhogy akkor ez Z lesz, ez is Z lesz, hogy ez is saját magával itt ne akarjon semmizni, és akkor így a variancia az mindig lépeget odébb, a
mármint a másik eszköznek, egyértelműen a Dow Jones Industrialnak marad ugyanott a variancia kijelölése, itt pedig a kovarianciák azok itt szépen haladnak oldalra, és akkor ezt ki is menthetjük így, hogy minden egyes sor, Z-1-es oszlop. Hát csak hogy ne legyen, itt semmi felesleg. Na, hát így megokosítva, akkor már látjuk, hogy ó, ez nagyon szép lenne, ha aztán látnánk, hogy ó, de hát ez a dolog, ez így annyira furcsa, hogy a gyakorlatilag az összes régiós piac az annyira nem is mozog együtt a Dow Jones-szal, amikor nincs válság. Szóval persze itt vannak ilyen egész meredek felfutások, tehát amit is látni a 2007-ben volt egy kisebb sok. Tehát, hogy itt azért lehetnek érdekes dolgok, persze lehet azt mondani, hogy jó, de hát a német piaccal mozog együtt. Hát akkor igazából mit kell csinálni? Gyakorlatilag semmi más nem teszünk, mint hogy azt mondjuk, hogy jó, hát akkor a német piacra vagyunk kíváncsiak, azért ezt, bocsánat, előtte kimentjük. Mégiscsak meg dolgoztunk érte. Ez volt a DJI Books, DJI Peaks, illetve a DJI Big. Na, tehát ezt akarjuk összehasonlítani a másik pácienssel. Hát akkor mondhatjuk azt, hogy hát most akkor 1-től 5-ig nem variálunk túl sokat, viszont itt akkor a kovarianciánál a második eszközt nézzük. Itt szintén ketteske kap hangsúlyt. Egyébként az IASZ-pörög majd lesz egy felesleges dolog. Azt majd töröljük. Hát igen, ez önmagával való korreláció. Ez mondjuk jó ellenőrzésnek, hogy tényleg jól számolunk. Na itt már azt lehet látni, hogy mindenféle tartózkodó viselkedéshez képest, ami az első időszakra volt jellemző, most már nagyon szépen együtt mozognak a válság környékén. Ezek az eszközök lehet azt mondani, hogy ó, de hát megvalósult az EU-s konvergencia, vagy éppenséggel a szakadó piacon jobban mozognak együtt az eszközök, ez igazából mindig egyéni felfogás kérdése. Mert persze még tudjuk, hogy utána külön kell elemezni. Hát igazából ez ugyanaz, úgyhogy ezt akkor már nem is kell külön kiemelni. DAX, Books, DAX, PX, DAX, WIG. Na és akkor utána jöhet a másik lépésként, vagy hát ilyen utolsó lépésként, hogy jó, de akkor régión belül mi a helyzet. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy nekünk itt a magyar piac kell, akkor 3-3-ba kapcsolunk. Minden más marad ugyanaz. Hiszen vélhetően azért egy Books az inkább mozog együtt a környező piacokkal, mint egy teljesen messze más fundamentumokkal rendelkező PX Books és WIG Books. Szóval teljesen más fundamentumokkal rendelkező amerikai piaccal. Ez például olyan szakdolgozati témának teljesen praktikus lehet, mert ezeket utána még lehet elemezgetni, meg lehet nézni, hogy fú, hát voltak különböző események, akkor az hogyan hatott az együttmozdásra, le lehet írni az összes
No. És hát itt látszik, hogy igen, Dow Jones-szal annyira nem mozgunk együtt, persze ez is megnő. Viszont önmagában a régiós piacok azok nagyon szépen szeretnek együtt rezegni. Nem mondjuk azt, hogy tökéletesen együtt mozognak, de van egy együttmozgás. És ez az együttmozgás gyakorlatban 2007-től következik be. És utána kb. Fennmaradt, hát valamikor erősebb, valamikor gyengébb, de az a lényeg, hogy így korábban még mondjuk volt egy ilyen... Bár igazából itt is látszik, hogy ez lengyel-magyar tőzsde, hát körülbelül 2003 meg 5 között annyira nem mozog együtt, de hogy azért tényleg régión belül hasonlóak a kereskedők, pozíciók, portfólióba betöltött szerep, tehát hogy ezek úgy eléggé megvannak harmonizálódva. És egyébként, hogyha utána megnézzük béta stratégiát, akkor hasonló dolgokra lehet itt rábukkanni. Ezt szerintem most így egyszerűbb egybe megtekinteni, mert nincs értelme túlságosan vágni. Itt ez lenne a dinamikus béta stratégiánk. Itt látjuk, hogy háttérvel van eleve számolva, úgyhogy tudjuk, hogy a... Hát itt most a HT, az igen, az utolsó eszközre lett behangolva. Hát ezért most itt inkább legyen a lengyel tőzsde, hanem az amerikai tőzsde legyen az első, úgyhogy akkor ezt most endről átírjuk egyre, és utána meg csak gyűjtögetjük ki a kovariancia mátrixot ennek tükrében. Hát igen, itt most az, hogy részvényindexeknél nézünk bétát, annak azért hol lehetnek jogos fenntartásaink. Csak ezt a mátrixot még lehet, hogy át kell kalibrálni. Itt is egyet be kell kapcsolni. Igen, most már jó. És hát így meg akkor lehet látni, hogy akkor az amerikai piacot, hogyha itt inkább jobb lenne egy S&P 500-at használni melletti változóként, de itt látszik, hogy ez szépen gyakorlatilag még mindig működik a béta stratégiának is a logikája, akkor lehet ugyebár érdekes az, hogyha minimális varianciájú portfóliókat akarunk dinamikusan súlyozni. Ez a medvegyeféle jegyzetből látszik. Hát itt átállunk ismét a háttérre. És kell ennek egy korciklust rajzolni. Azért itt... Ja, végül is... Lehet, nem kell pontosztás. Ja, igen, már rosszul címzem. Mert hogy tudjuk, hogy ez ilyen felépítéssel bír. Ezt már utána lehet invertálgatni, hogyha nagyon szeretnénk.
És még egy fontos veszőt nem áttenni a végére, mert ezt most meg kell várni, még lefut. Na hát, hogyha lefutott, akkor utána a dupla V-re tudunk csinálni egy plotot. Hát valamikor 100% fölé megy az értem szerint, igen, az azt jelenti, hogy valami eszközök meg negatív tartományban vannak, itt ezeket sortolni kell, és akkor így értelmezhetőek ezek a súlyok. Hát azért vannak tételek, tehát hogyha visszamegyünk adatok szintjére, akkor látjuk, hogy hát a viget azt úgy erősen pucolja kifelé a maga a modell, úgyhogy ez egy ilyen fajta felhasználás. Na, hát remélem így a garcsok egyáltalán feltételes rendszereknek, modelleknek a világához kellene sikerült kedves csinálni, és hogy látszódik, hogy sokféle felhasználásuk valamit utána befektetésekbe, vagy egyáltalán ellenzések során lehet használni. Van még itt szó a vejület riszkekről, de erről már beszéltem, úgyhogy itt már nem akarok még egyszer erről mesélni. Sajnos DCC-vel nem lehet szimulálni, vagy én legalábbis még kódot nem találtam hozzá, úgyhogy a konstans feltételes korrelációval lehet számolni. Ez igazából úgy néz ki, hogy maguk a variancia, a kovariancia matrixnek az egyes kovarianciái azok stabilak, a varianciák azok nem, és akkor gyakorlatilag így lehet szimulációt építeni már megismert módon. De, hát igazából annak most túl sok értelmét nem láttam, hogy azzal is foglalkozzunk, úgyhogy köszönöm a figyelmet, és akkor a videó a Széchenyi 2020 keretében készült a Szegedi Tudományegyetem megbízásából.